Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, a Kirkoszoba Egyetem vezetője. Most arról szeretnék beszélni önöknek, hogy mit tegyünk. Hogyan tudunk több dolgot beiktatni az életünkbe? Hiszen az az emberiség nagy problémája, már az emberiség gondolkodó részének a nagy problémája, amely részből kevesebb van azért, hogy az életünkben minden tele van. Nem tudunk még plusz teendőket bezsúfolni, nem tudunk plusz ezt tanulni, plusz azt tanulni, plusz ide menni, plusz oda menni, hisz már teljesen tele vagyunk. Egész napunk be van osztva. Mit tegyünk, hogy pihenni is tudjunk, de még többet esetleg el tudjunk vállalni, többet tudjunk tanulni, többet tudjunk dolgozni, vagy tevékenykedni. Tehát, világos, hogy első pontként meg kell nézni azokat a dolgokat, amikből kevesebbet kell tennünk, kevesebbet tudunk tenni, és hát nem lesz majd hiányérzetünk, ha ezeket nem tesszük meg. Nagyon fontos. Második, keresni kell olyan dolgokat, amiket ön mostanáig nem tett. Mostanáig mondjuk nem nyílt füvet a telkén, akkor most menjen ki, nyírja le. És meg kell próbálni ezeket az új dolgokat összehozni a régiekkel. Persze a fűnyírás az csak úgy allegorikus, bármi más is betettünk ennek a helyébe. Másrészt bizonyos dolgokkal véglegesen fel kell hagyni, bizonyos tevékenységekkel. Fel kell írni a tevékenységeinket egy hónapra körülbelül, hogy egy hónap alatt milyen tevékenységeket végzünk. Meg kell nézni, hogy melyikekkel tudunk felhagyni, és akkor ezeket elhagyjuk. Egyszerűen kidobjuk az életünkben, ne sajnáljuk őket. Már is megkönnyebbül az életünk, és több lehetőségünk lesz újabb tevékenységekre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kérem, hogy iratkozzanak fel a csatornámra, ha tetszett, és lájkoljanak. Viszontlátásra!